első Ferenc József és Sziszi királyné is lépkedett azokon a lépcsőfokokon, amelyek az első emeleti szalonokhoz vezetnek. A Dalszínház utcai kocsi feljárótól induló, elkülönített királyi lépcsőnek reprezentatív funkciója is van, de ma már akár előadások helyszínéül is szolgálhat. Az előcsarnok padlója a Cinquecento, azaz az itáliai reneszáns stílusát idézi. Fekete és fehér márványlapokkal burkolt, a falakat más színű műmárvány fedi. A helyiség közepéről induló és az első emeletre vezető márványlépcső kialakításának mintájául a velencei Dózse palota egyik lépcsője szolgálhatott. A falakat Kovács Mihály zenélő puttókat ábrázoló falszalagja díszíti, a lépcső feljárat mellett pedig két bronz apród szobor áll, amelyeket Bezerédi Gyula készített. A baloldali figura kezében Erzsébet királyné kereszt nevének kezdőbetűjével, a jobboldali alak pedig első Ferenc József monogramjával ékes pajzsot tart. A lépcsősor tetején található az a tükör, amelyet a legenda szerint Sziszi királyné igencsak kedvelt, mert karcsúbnak látta magát benne. És előnye volt ennek a megoldásnak, hogy a királyi pár, akiknek az udvari etikett szerint tilos volt jobbra vagy balra nézelődnie, innen mégiscsak jól megfigyelhette a gazdagon díszített belső tereket is. Volt és van is mit szemügyre venni, királylépcső emeleti galériája, az operaház egyik legszebb terme, az ornamentikát a Scholz műhely készítette, a tájképeket ábrázoló lunettákat Aggházy Gyula, az előcsarnokot Kovács Mihály 17 félkör alakú falemezből álló, zenélő puttókat ábrázoló festménysorozata díszíti. A művész főként portrékat és történelmi képeket festett, ezért ez a falképsorozat egyedülálló az életművében. A képmezőkön látható csoportokba rendezett puttók a zene allegórikus megjelenítői, a jelenetek összessége pedig egy zenei versenyt ábrázol. A lépcsővel szemben lévő hatalmas tükör felett elhelyezkedő legnagyobb falkép ábrázolja a díjkiosztást, a győztes megkoszorúzását. A fali képeken az opera restaurátorai néhány héttel ezelőttig még dolgoztak, az újjávarázsolt részt január 22-én a Magyar Kultúra Napján adják majd át.